Hát most ellenfele tényleg kemény fába faragták. Ez minden reálszabb banda, az orosz alvilága is összeszűri a levet. Csak hogy megkaparítsa egy 7 pecsétes titkóként kezelt katonai helikoptert. Megszerez a legféltettebb és a legveszélyebb szovjet űrfegyvereit is. Az aranyszemet. Ilyen arzenál akár az egész nyugati civilizációt le lehet söpörni a föld színéről, és akkor 007-es ügynök éppen azt akarja megakadályozni. Jaja. Na hát, ez a James Bond film, az aranyszem 1995-ös 2 óra 10 perc, és a Google 90%-ra értékelte, és itt a James Bond Prince Bruceman. Ja, hát tulajdonképpen egészen jó lett, mert itt most feltűnik az új M, a nő. Pontosan itt most egy nő lett az M, Judy Dench, aki itt tulajdonképpen jó volt látni. Tehát innentől ő már James Bondnak úgymond a főnöke, úgymond egészen a Skyfallig. Na de, miről is szól maga a történet? Tehát igen, meg kell szerezni az arany szemet tulajdonképpen. És ez meg semmi, tulajdonképpen most a 006-os ügynök is segít James Bond ügynöknek tulajdonképpen, hogy megszerezzék. Na, csak igen ám, csak hogy az elején megölik a 06-os ügynököt tulajdonképpen, amivel azt hiszi Bond, hogy meghalt. Az csak egy dolog, csak oda azt a feltámad a halálval. Úgyhogy, ja. Szóval ez így eléggé érdekes. De hát ez van. Úgyhogy, ja. Amúgy azt kell mondjam, amúgy szerintem egészen jó lett. Főleg úgy, hogy szinte tank is van benne. Úgyhogy, ja. Amúgy egészen jó lett. Nézzük itt a pozitívat és a negatívat. Pozitívként most ki tudom emelni, most jó volt, most itt a 0-0-0-6-os ügynök is benne volt, nem csak a 0-7-es, tehát úgymond ketten mentek Starsky és Hutch, így az ellenség ellen, úgyhogy ja. Alapvetően nekem tényleg tetszett, semmi bajom nem volt benne, úgyhogy ja. Csak alapvetően azt tudom kiemelni negatívként, hogy M az új M, mármint nőként, így most csak mellékszereplő volt. Tehát feltűnik körülbelül 1 perccel úgy nagyjából a film elején aztán enni. Tehát ezt nagyon sajnáltam tulajdonképpen. És ez, higgyétek el, nekem nem tetszett. Jó, persze most új M van, gondolom meg kellett szokni a nézőknek, meg minden, de... Hát... Na mindegy. Alapvetően attól eltekintve szerintem jó lett tulajdonképpen. Főleg a humorból most ki tudom emelni, hogy... tulajdonképpen... legtöbbször a nő megkérdezi Bondot, hogy kösz, jó vagyok, meg ilyesmi, stb. És akkor ott van a komputeres fazon, na hát az olyan oltári vicces, amikor így próbál feltölni minden, mert Boris legyőzhetetlen! Na de a film végén, amikor azt mondta, hogy túléltem mindent, akkor meg rájön ilyen jég, hát az olyan eszméletlen volt. Hát ez oltári volt. Úgyhogy ja. Hát alapvetően, hogy nem volt semmi bajom, kocsi is jó volt, úgyhogy ja. Szóval érdekes volt még a film, pozitív ki, még kiemelem, hogy a 006-os és a 7-es ügynök egymás ellen harcol aztán, szóval... Ja. Úgyhogy ahhoz képest, hogy Google 90%-ra értékelette, 95%-ot adok rá, úgyhogy ja. Na hát akkor ennél is lett volna ez az újabb filmes kritikám az aranyszemből, ami 1995-ös, úgyhogy ja.
Tehát remélem tetszett ez az újabb filmes kritikám, hogy ha így van, akkor dobjatok rá egy lájkot, és majd iratkozzatok fel a csatornámra. Én Horváth Péter voltam. Sziasztok! Mert Boris legyőzhetetlen, ahogyan elhangzott a filmben.